Köszöntöm a SpaceBridge nézőit! Ebben a videómban Transformers Universe Optimus Prime-ot mutatom be nektek. De úgy is kiadták ezt a figurát egyébként, hogy Ultimate Battle Optimus Prime. Nem is húzom az időt, nyissuk az űrhidat és nézzük optimus -t. És itt is van Optimus Prime, hát kamion formájába, ami megmondom őszintén, hogy talán a legszörnyűbb kamion formájú Optimus Prime. Annak idején megvettem, mert de jó Optimus, és ez még nagyon-nagyon akkor az elején volt, amikor elkezdték újraadni a transformereket, így a G1 után hosszú kihagyással. Hát, hát igen, tehát ez, ez, ez valami szörnyű lett, de ez van, robotmódban viszont jól néz ki. Na, nézzük is akkor, hát gurulni, így gurul, ha éppen nem ér le neki az alja. A fegyverzete az nagyon érdekes egyébként, tehát van neki egy ilyen pótkocsi csatlakozó hely, de pótkocsit ehhez nem adtak ki, soha talán még kitbe se láttam. És ez a forgó ágyú van neki, ide a hátuljára, vagy a hátára, amit egyébként egész jól lehet így mozgatgatni, pozícionálni, tehát ha egy kis emberfigurát, egy kis Target master ide raknánk, akkor akár megfoghatná és így lőhetne is vele. De most foglalkozunk csak a géppel magával. Hát nem is értem, hogy a lábait miért nem lehet neki így ide betolni. Sok mindent nem értek ennél a figuránál, uh, nagyon fura lett. Nagyon fura lett. Uh, ha valakinek ez megvan, és ez a kedvenc Optimus Prime, akkor elnézést nem akarom megsérteni, de mindegy, ilyen is volt. Nézzük meg. Tehát uh, klasszikus G1-es Optimus színei vannak neki. Ugye uh, piros, illetve szürke ezüstös részek. A hátsó rész az kék, a színezéssel nincs is semmi baj, ugye ez a rész is szürke. A fülke az gyakorlatilag ilyenkor teljesen körbeforgatható, ami viszont abszolút nem indokolt, és az a csoda, hogyha megmarad úgy egyenesbe. Ugye látszik itt a feje a figurának, hogy ide van behajtva. A kéményei klasszak neki, viszont az azt mondom neki, hogy a kipufogói azok rendben vannak. Még kellőképpen nagyok is. Kapott egy ilyen kis ezüstös sárvédőívet, ami rendben van, kis sárga színezésekkel, illetve apró bezüstös és sötét-szürkés betétekkel. Alulról pedig ezt mutatja a figura. Akkor uh, alakítsuk át, én azt mondom. Úgy kezdjük nagyjából, mint a 86-os nagyfilmben, amikor Optimus így uh, fölugratott és kihajtotta a kezeit, én is ezt fogom most csinálni. Elhúzom egy oldalra a két lámpáját és már ki is nyílik neki a karja, ezután már csak pozícionálnom kell a kezeit. Ebben is egyébként igencsak G1-es külsőre emlékeztet ezekkel a sárga csíkokkal, és akkor innen a lámpáit bekihajtva kihajtva megjelennek a karakter öklei. Na, most akkor elfordítom a törzsét, így teljesen most már indokolt, és lehajtom neki a lábait, így megnyomom lefelé, úgyhogy megtartom a törzsét, és ahogy ezt csinálom, fölhajlik neki a két sárvédője, és hátra tolom a törzsét, és akkor már úgy néz ki neki a felső teste, hogy kell kicsit állítunk a kamerán, és ezután pedig ö, a talpait kell neki pozícionálnom, tehát így a lábfejét behajtom, és akkor már meg is tud állni a figura, szétválasztottam a lábát, ugye itt volt egy rögzítő, egy kiállás, egy fogadójuk, ez ha megvan, akkor a kezeit beállítom, úgy ahogy nekem tetszik, és ezután pedig már csak annyi dolgunk van, hogy a fejét kihajtjuk a figurának, elfordítjuk, és előttünk is van a fővezér, a G1-es külsőjében. Ami egyébként baromi jó. Tehát amennyire rar ennek már ez de rossz ennek a figurának a robot vagy kamion módja, annyira jó neki a robot módja. Tehát ha megnézitek előről, hátulról, abszolút rendben van a figura, a feje is klassz, én azt mondom. Hát kicsit nagyok a szemei, olyan kíváncsinak tűnik, meg van már koparostéja. Ezt megmondom őszintén, nem, mond, nem tudom, hogy most már ez én miattam van, vagy pedig így vettem annak idején. De hát ez is már egy jó 13 éves figura legalább. De nem rossz a feje is neki, de kapott a homlokához egy kis sárga részt, meg vannak neki a szarvai, kékes színű sisak, ezüst színű rosté, klasszak ezek a lámpák is itt elő. Jó, a melkosát nem lehet kinyitni és nincs benne matrix, de valójában hogy klassz dolog az a matrix, de az ember az, az arra jó, hogy egyszer megnézi, jaj de jó benne van, és akkor utána már nem is nagyon érdekli. Jó, a kezét, azt teljesen körbe lehet forgatni. Tehát válba nagyon jól mozgatható a figura. Ö akkor könnyékbe is jól hajlik, így is lehet körbeforgatni a csuklóját, az, hogy értem szerint az átalakítás miatt, derékba viszont már így fixálva van a figura, akkor nem lehet körbeforgatni, ennyire hajlik, spárga nagyon jól megy neki, előre, hátra, tényleg szintén körbe lehet forgatni a combját, térdbe pedig ennyire hajlik, és igazából meg is mozgattuk a fővezért. Van neki még egyébként egy trükkje, amit nem tudom, hogy minek találtak ki, de valószínű, hogy ez miatt van az, hogy hát ez miatt a trükk miatt hívják őt Ultimate Battle Optimusnak. Itt hátul kiáll egy ilyen fekete ö... pötök, nevezzük annak. Na most így a figurának fix a felső teste. De hogyha ezt egy kicsit benyomjuk, így bekattam, na akkor Optimus felső teste elszabadul. És akkor az összes átca fossa össze a magát, mert tényleg, ha ezt a gombot elkezdjük nyomkodni, akkor körbe tudja pofozni az egész társaságot. Minél gyorsabban nyomkodjuk, annál jobban forog. Az a vicces, hogy annak, ezt a figurát megvettem, akkor nem is tudtam, hogy lehet fixálni neki a felső testét egy jó ideig, és mondom, Jézus már én mondom, hogy ekkora vackot vettem, hogy gyakorlatilag ennek ha kell, ha nem, így el van szabadulva a felső teste, pedig nem. Teljesen jó. Csak öö, ezt, hogyha meg kell húzni hátrafele, így rögzíti, és akkor már stabilan van neki a felső teste. Tehát egy teljesen fölösleges funkció, de van neki. A fegyverét pedig, ami különben egy baromi jó fegyver, csak nem egy Optimus fegyver, de tényleg jól néz ki, ha így lehajtom, és így behajtom, akkor egy ilyen dobtáros gépfegyver lesz neki, ami van egy távcső is, és tényleg klassz. Ugye ezt csak a kezébe lehet rakni a karakternek, de én úgy gondolom, hogy nincs is ezzel baj. Tehát nem, nem, nincs teli rögzítési pontokkal. És akkor ő így néz ki végeredményben. Tehát nem egy klasszikus Optimus fegyver, de ettől függetlenül jól néz ki. Akkor összegezzünk. Tehát összességében véve a jármű módja az szerintem borzasztó neki, a robot módja az viszont teljesen rendben van. Hát már ez is egy régebbi figura, úgyhogy csak ebay lehet beszerezni, olyan 10-15 ezer forintba kerül de nem, 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 rossz figura. Tehát azt mondom, hogy játékra kimondottan jó. Tehát jól lehet mozgatni. Hát méreteiben része sajnos kicsi azokhoz a szériákhoz, amiket én gyűjtök. De egyébként nem rossz. Tehát gyűjtőknek szerintem fölösleges, de játékra nagyon jó figura lehet. És ezzel igazából végére is értünk ennek a videónak. Ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy lájkal, megtisztelnétek, a feliratkoznátok és várlak titeket a csatorna Instagramján is, link a videó alatt található a leírásban. Köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket, sziasztok!